A talentumok példázatát hallgassuk meg. Megtalálhatjuk ezt két helyen a Szentírásban. Az egyiket a Mínák példázataként, példázataként ismerjük, de mi most a talentumok példázatát, példázatát fogjuk hallani, olvasni. Máti Evangéliumához nyissátok ki a Szentírásaitokat, és a 25-ös fejezetből fogom olvasni az igét, az újfordítás alapján olvasom. Máté Evangéliuma 25. fejezet 14. verstől a 30-as versjel bezárólag. Máté 25. 14. 30. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki öt talentumot kapott, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödrötásodta földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, oda vitte a másik öt talentumot is, és így szólt. Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára! Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másiket, két talentumot nyertem! Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára! Oda ment hozzá az is, aki egy talentumot kapott, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmembe elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga, Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van adatik, és bővülködni fog, Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Hú, nem könnyű ez a történet, mit szóltok hozzá? De mielőtt belekezdenénk a sűrűjébe, van egy kérdésem. Meg szeretném kérdezni, hogy ki az közületek, aki szeret ajándékokat kapni. Emelj főleg ez egy jó magas, aki ajándékokat szeret kapni. Ú, vagyunk-e jó páron? Érdemes most megjegyezni, hogy kinyújtotta a kezét, esetleg húsvétra kis meglepít lehet szerezni másoknak. Na, de van egy másik kérdésem is. Ki az, aki most szeretne kapni egy ajándékot? Jó, ma... Á, tökéletes. Megkérlek előre jönni. te meg. Igen, ki kell nyitnod mindenki előtt, és meg kell mutatnod, hogy mi van benne. Hogy van ez, barátaim, hogy van nekastigator a stigator ajándék? Hm? Nem tudom, hogy bele még egy picit maradjál, légy szíves. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e, hogy hogy van az, hogy egy ajándék, ami ígéretekkel van teli, amit az ember vágy, meg örül neki, és amikor kinyitja rá, van érve, hogy Samsung, és a végén semmi. Van nek a ajándék? Van egy másik ajándékom is, kéred azt? Meg, persze. De azért nem árt, ha kibontod. Nem tudom. Az köstögetor vagy neköstögetor? Jó. Jó dolog, amikor ajándékokat adunk, és jó dolog, amikor ajándékokat kapunk. Belegondoltatok abba, hogy Isten is vágyik ajándékokra? Olvasott valaki közületek olyan könyveket, amelyek az öt szeretett nyelvről szólnak? Vajon fel tudjuk-e sorolni az öt szeretett nyelvet? Minőségi idő, ajándékozás, dicsérő szavak, szívességek és testérintés Nagyon jó. Figyelmesen olvastátok, nagyon helyes. És van, azt hiszem, hogy ez Krebnek a könyve, és van egy ilyen könyve is, hogy Isten szeretett nyelvei. Ismerős? És benne van az, hogy ajándékozás. Mit gondoltok, szeretné -e Isten az, hogy ma ajándékot adjunk neki? Hm? Mit szóltok? Buta kérdészéropont, ugye szokták mondani. Hát hogy ne szeretni Isten, hogy ajándékokat adjunk neki? De mit gondoltok, van nekünk stigatorn ajándék? Sajnos azt kell mondanom a felolvasott példázat alapján, hogy van ilyen ajándék, amelyik ugyan sok mindent ígér, és nagyon sok minden van benne, de végül mégiscsak üres. Olyan ajándék, aminek örülne az Isten, de nincs. Csak csomagolás van, csak máz van, csak külsőség van, és nincsen meg az, ami belül kéne legyen. Üres csoki tojás, ugyan édes, de belül üres. Nem tudom, belegondoltatok-e abba, hogy mi a különbség az önzés és az a szeretett nyelvek között, az ajándékozás között? Mert, hogy vannak olyan emberek, akik csak ajándékot szeretnek kapni. És merős ez a fajta ember. Ő neki kiárnak, mindig kiár mindenféle ajándék. Neki ajándékok kellenek innen is, meg onnan is, meg nem tudom mi. És ez a fajta ember egy önző ember, ugye? Így szoktuk mondani. Olyan önző, hogy csak na. Éppen az a különbség a szeretett nyelv, tehát az ajándékozás, mint szeretett nyelv, és az önzés között, hogy amikor a szeretetnyelved nyelved az ajándékozás, akkor nem csak kapni szeretsz ajándékot, hanem adni is szeretsz. És én meg vagyok arról győződve, hogy Isten szeretne a ma, ma ajándékot kapni tőled. De mielőtt ajándékot kérne tőled, először ajándékot ad ő maga mert hogy ilyen a mi Istenünk. És is. nézzétek meg, hogy ez a talentum ezzel kezdődik. Van egy ember, és ez egy gazda, valaki, akinek nagyon sok vagyona van, és azt olvasjuk, hogy elutazik, de mindenét, ami csak volt, odaadta a szolgáinak. Megfigyeltétek, hogy milyen érdekesen kezdődik ez az ige? Mert arról beszél, barátaim, hogy mielőtt Isten kérne valamit, mindig adni szokott. Te tudtad ezt, hogy Isten ad ajándékokat? Kaptál már ajándékokat Istentől? Nagyon megragadott, amikor elolvastam a Szentírásból, hogy azt mondja ez a történet, a gazda az Isten igaz, a gazda az Úr Jézus. Nagyon fontos azt megemlítenem, hogy a 25. fejezet, amit most olvastunk Máti evangéliumából, mind olyan ige részek mellett van, ami az Úr Jézusnak a, 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 az utolsó eljöveteléről beszél, a végidőkről beszél. Hadd olvassak fel néhány címet erről, azt mondja, hogy a nagy meg, megpróbáltatás ideje, az ember fiának eljövetele, az okos és a gonosz szolga, a tíz szűz példázata a talentumok. A talentumokat pedig követi az utolsó ítéletről szóló igerész. Ez pedig nagyon erőteljesen arról beszél, hogy Jézus az, aki elment, igaz? Ő az a gazda, aki elment a mennybe. Elment egy hosszú útra, elment valahova, de mielőtt elment volna, mindenét, amilyen csak volt, odatta tanítványainak. Emlékeztek a történetre, Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványukká minden népeket, megkeresztelvű az atyának, fiúnak, szentléleknek nevébe, tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és imé én veletek vagyok a, a világ végezetéig. Hosszú volt ez a mai hétfői nap. Tényleg a fűsenő. <laughs> Igen, barátaim, mindent Jézus kapott. Énekeltünk itt gyönyörű énekeket, amelyek erről beszéltek, hogy ő milyen csodálatos, és hogy minden erő is, minden hatalom az ővi. És arról énekeltünk, hogy ezért tud ő lenni az oltalom és a kőszikla, nem? Minden hatalom nékiadatot, és minden az ővi, és mindent, amit kapott, mindent átadott nekünk. Hát azért ez az ajándék. Nem ilyen kis ócska üres ajándék, ugye, amit, amit, itt kaptatok? Igazi ajándék, mély nagy ajándékot adott nekünk Isten. Annak a lehetőségét adta. Minek a lehetőségét? Hát hamarosan ez fog kiderülni, nem megyünk elé a dolgoknak. Maradjunk egyelőre annál a gondolatnál, hogy Isten ajándékokat ad nekünk. És az van itt a példázatban, hogy talentumot ad. Tudja valaki, hogy mi a talentum? A pénzhez köze van, hát ez már nem jól kezdődik, a pénzhez köze van akkor. Súlymérték nagyon jó, és tudod is azt, hogy mennyi? Kétfajta van egyébként, van babiloni talentum, és van, hú, nem is tudom, hogy nevezik a másikat, Római talentum, vagy görög talentum, fogozzatok meg, 43,65 kilót jelent ezüstben. Lányok, örülnétek ennyi bizsunak ezüstbe. 43,65 kiló ezüst az nem semmi. Nem kicsi összegről van itt szó. Figyelitek, aki egyet kap, az is ilyen sokat kap aki ötöt kap, az szinte egy negyed tonnát kap. Hát azért az nem semmi. Lehetne abból még kicsit gazdáskodni, nem? Gondoltok bele, mit egyetem? Á, hagynánk az egyetemet, nem? Élnénk, mint hal a vízbe. A talentum tehát pénzt jelentett, súlyt jelentett, és képzeljtek el, hogy egy római légionárius 26 év alatt kapott annyi zsoldot, ami fedezte ezt a talentumot. Úgyhogy 26 év alatt vajon tudunk -e egy negyed tonna ezüstöt megvásárolni? Gondoltok bele. Azért ez eléggé hosszú idő, 26 esztendő. Nos, ennyit ad Isten. De mit jelentenek ezek a talentumok? Mit jelent az, hogy talentum? Mert értjük, hogy ez egy szimbólum, tehát van egy átvitt értelme. Mi az átvitt értelem? Mit szóltok? Adottság, nagyon jó. Tehetség, nagyon jó. Képesség, nagyon jó. Lelki ajándék, nagyon jó. Még egyszer? Bölcsesség. Bölcsesség, nagyon jó. No, hát meg se kellett volna hívjatok. <laughs> Barátaim, ezekre gondolunk, legelőször pedig azt mondja az Ige, hogy amikor kiosztja az ajándékokat, mi szerint osszak ki ezeket a talentumokat? Tehát akkor képességeket ad az Úr Jézus képességek szerint? <laughs> Elhangzott hátul egy nagyon érdekes gondolat, bölcsesség. Bölcsességet ad az Úr képességek szerint. Ez jobban hangzik már, igaz, mint, mint képességet ad képességek szerint. Ö, utána néztem egy picit, hogy mit mondtak erről a dologról, a talentumok példázatáról, a talentumokról, mit mondtak a régi-régi időkben. És az óegyházban úgy tartották, hogy a talentumok nem más, mint az Istennek való szolgálat. És van akinek öt, van akinek kettő, és van akinek egy mértékben adott az Isten szolgálatot. Vagyis a talentumok nem más, mint hogy Isten, az Úr Jézus szétszórta a szolgálatokat közöttünk. És az az igazság, hogy ezt ma egyébként nagyon gyönyörűen is tudtuk szemlélni. Mert hogy volt aki imádkozott, volt aki buzdított, volt aki énekelt, volt aki ö, nem tudom még mi történt, sok minden történt, igaz? Tehát valamilyen módon a szolgálatokat szétoztatta közöttünk Isten. És ez teljesen biblikus, Emlékezetek csak arra, hogy hogyan is működik egy gyülekezet. Mit is mond Isten arról, hogy milyen egy gyülekezet? Azt mondja, hogy az ő gyülekezete, az egyház, az egy test. Biztos ismerős a korintusi levélből az a bizonyos idézet, amelyik azt mondja, hogy nem vagyok kéz, akkor nem vagyok a testből való. És te nem vagy szem, és nem vagy a testből való. És akkor tudjátok, hogy mi lesz? Éppen ma utaztam a vonaton, és legalább négy emberke tett le egy ilyen kicsi cet, Nem tudom, hogy vonattal szoktatok felni Kolozsvára? Ki nem Kolozsvár innen? Wow! <laughs> És mivel szoktatok felutazni vonattal? No hát egész biztos, akkor már megtörtént veletek is az, hogy kis cetlit szétosztották a következő ö, szöveggel: Szent Surdomut. Ismerős? Nos, barátaim, ha Isten nem osztotta volna szét az ajándékokat közöttünk ilyen Surdomut lennénk. Süket is, néma is, vak is, minden. De ebbe gyönyörködött Isten, hogy ő szétossza az ajándékokat közöttünk, a szolgálatokat szétossza közöttünk. Ha igen, de én ma nem is énekeltem, meg ma nem is kellett imádkozni, meg nem is kellett buzdítani, meg nem is kellett bevezetni, meg levezetni, meg semmit nem kellett, hát akkor egész biztos, hogy hát töltelék is kell, nem? Hát legyen töltelék is jaj testvérem, nagyon a szívedre szeretném azt kötni, hogy vannak látványos szolgálatok, és vannak olyan szolgálatok, amelyek nem látszanak. Spurgeonnek a gyülekezetéről mondják azt, hogy megvolt a gyülekezet motorja. És képzeljétek el, hogy a gyülekezet motorja nem maga Spurgeon volt. Tudjátok, kis csitri teológusok felkeresték a nagy spurgeon a nagy prédikátort, hogy, a titkát, azt mondja el, hogy hogy lehet akkor a gyülekezetet építeni. Hát szeretnétek azt, hogy, hogy legyen az ifi? Hát ki ne szeretné, nem? Ez minden vágyunk. Hát akkor tudjuk meg spurgeon -nek a titkát. Tudjátok, mi volt Spurgeon titka? Meg volt a módszer, hogy hogy olvassa a Bibliát, hogy írja ki Héber, meg Görög, meg, úgyhogy el kell indítani a gyülekezetbe a Héber kurzus, Görög, Görög kurzust, meg kell tanulni, ne? Tudjátok, hogy mi volt a titka? Beírta ezeket a teológusokat, és azt mondja, hogy tudjátok, van egy alsó terem itt a, a, az Isten tiszteleti tér alatt, és oda beviszlek, és tudjátok, hogy mi volt ott? Egyszerű emberek, fiatalok, öregek, férfiak és asszonyok akik buzgon könyörögtek Istenhez. Pedig mi azt tudjuk, hogy a nagy spörcsön. És tudjátok, hogy mi volt mögötte? Egy csomó egyszerű, apró ember, akinek a szolgálata nélkül nem lett volna se Spurgeon, nem lett volna se ébredés, semmi nem lett volna. Hadd mondjam azt, testvérem, hogy nem vagy töltelik. Maradjunk itt ennél a, a gondolatnál, jó? Nem vagy töltelik. Az Istennek igenis fontos eszköze vagy. És tudom azt, hogy van egy gyönyörű mondás, egy baptista mondás, amelyik így hangzik, hogy minden baptista missionárius, nem? Jól tudom. Jól tudom. Igaz. És azt mondom, hogy minden igazán hívő ember, Valójában misszionárius. Nem biztos, hogy prédikátor, de missionárius. Van a Bibliában az apostolok ez sok történet van, de most csak egyről beszélek. E, egészen biztos ismeritek Zergének a történetét. Ismerős? De ha úgy mondom, hogy tábita, vagy hogy dorkász, akkor ismerős, igaz a történet? És azt olvassuk, hogy ez a hölgy nem értett semmihez. Csak ahhoz, hogy szeresse azokat az özvegyasszonyokat, akik abban a gyülekezetben voltak, ahol ő is élt. Csak ennyit tudunk róla. És megvolt a képessége is, gyönyörűen tudott varni. És ugye meg, a történet arról szól, hogy egyik, egyik nap meghal ez a nő, és megtudják, hogy a közelben van Péter, a tanítványok elmennek Péterhez, küldenek Péterhez, Péter visszajön. Jönnek az özvegyasszonyok, mutassák a ruhákat, azokat, amiket ez az asszony a szeretetéből adott, és, és ugye a történet, a húsvéti történet igazából feltámasztja ezt a nőt. Az Isten ereje, aki működik Péteren keresztül, feltámasztja ezt az asszonyt. Ismerős a történet. Úgy bele gondoltam, hogy azzal jöttek volna az asszonyok, hogy itt a tű, itt a cérna, kedves Péter, várjál nekünk! Baj lett volna, nem? Fiúk, tudtok varni? Én tudom, most már nem kötelező a katonaság. Nekem sem volt már, az én időmben sem volt kötelező, de azért mi megtanultunk varni. Csak gombot tudok varni, semmi más nem. Ez egy, ez egy különlegesen nehéz dolog. Úgy a hölgyektől elnézést kérek nekik, egészen biztos, hogy könnyű, könnyű, meg szép dolog ez nem férfi kézre való. Vagy van, akinek ehhez is van tehetsége, az úra, hogy adja, kinek, mint adja. De barátaim, nem tudom, érted a lényeget? A képességet szerint, amit adott neked az Isten, rád bíz feladatokat, és rád bíz szolgálatokat. Jó vagy románból? Segíts annak, aki nem az az évfolyamodról. Jó vagy egyik vagy másik tantárgyból, ö, akkor segíts a másiknak, add meg a lehetőségét, vagy meg tudsz hallgatni másokat, akkor vedd a fáradtságot, és ülj le a másik mellé, és hallgasd végig. Mert ha nem teszed meg, akkor lehet, hogy nem forgatod meg a talentumot, amit a jó Isten adott neked. Hát igen, érdekes ez a Lídia története. És higgyétek el, hogy ti vagytok ezek a Lídiák. A Biblia beszél ilyen szereplőkről, akik nem olyan kiemelkedőek. Azért mindenki ki szeretne lenni Péter, vagy Pálapostól. Nem? Ki akarna lenni akkor, akkor Lídia? És ki akarna lenni olyan, mint a Bibliában azok a szereplők, akiknek még a nevét sem jegyzi fel a Szentírás? mint az az asszony, aki megmossa az Úr Jézus lábát halála előtt. Mint az az asszony, akit meggyógyít az Úr Jézus a vérfolyásból. Mint azok a leprások, akiknek a nevét nem is írja le a Szentírás. De akik dicsőítették az Istent, illetve csak egy, ugye? Egy dicsőítette az Istent, és hallhatták mások. Nagyon érdekes kérdés ez, Nos, tehát ott, on, ott vagyunk, hogy az óegyházban úgy tartották, hogy ezek igazából Isten szolgálata, szolgálattát jelentik, ami egyébként igaz. Aztán a későbbi időkben a szent lélekre gondoltak. Vagyis, hogy a talentum az, ami Jézusnak van. Gondoljatok bele egyébként, a történetbe gyönyörűen beleillik, mert hogy ugye az Úr Jézus feltámad, 40 napra rá felmegy a mennybe, ugye elmegy, és tíz napra rá elküldi, amilyen van, nem? Önmagát küldi vissza más formában, nem? Ö, nem olyan régen fiatalokkal beszélgettünk, és a mennybe menetel is egy nagy kérdés volt, és az egyik megfogalmazta, hogy hát azért eléggé nem volt szép az Úr Jézustól, hogy elhúzott a mennybe, és akkor mindenkit itt hagyott. Nem tudom, hogy gondolkodtál -e ezzel, hogy nem lett volna jobb, ha itt maradt volna az Úr Jézus, hogy lehetne veled találkozni, meg gondoltatok már erre? Gondolt valaki közületek? Biztos, hogy láttatok ilyen filmeket, hogy egy teljesen idegen, vagy egy másik teljesen idegen, ismerős, Perfect Stranger, vagy a találkozás www.albare.hu, <laughs> rajta vannak a filmek, vagy keresztényfilmek.hu, és rajta vannak a filmek, érdemes megnézni. Arról szólnak ezek a filmek, hogy találkozik valaki az Úr Jézussal, vagy egy repülőgépen, egy úton, vagy, vagy éppenséggel egy bárba, vagy egy étterembe valahol, és akkor történnek nagyon érdekes beszélgetések. Nem ismerős? Ne, van, akinek jó, jó, rendben van, őrvendek. Barátaim, ha Jézus nem ment volna fel a mennybe, és nem küldte volna el a Szent Lelket ide a földre, akkor tudjátok, hogy mi lenne a Jézus mellett, őrület. Nem tudna minden vasárnap eljönni ide a Kolozsvári Baptista házba. Nem tudna egy olyan kicsi faluba, mint fotos martonosra eljönni az Úr Jézus. Képzeljétek el, milyen beosztása lenne szegénynek. Hány millió ember van, hány millió gyülekezet, hány helyre kéne elmennie neki. De mert elment a mennybe, és mindenit, amilyen volt, elküldte ide a földre a lelket, ő, ő általa minden, amiink lehet. És itt, itt van a lélek, ti hiszitek ezt? Hiszitek, hogy itt van a lélek? Hiszitek, hogy munkálkodik a lélek? Van-e bennetek szent lélek? Ki az, akiben van szent lélek? Tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Hogy újjá születni csak lélek által lehet. Ha újjá születtél, akkor le van lélek benned. És azt is mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből örök életre buzgó víz folyamai fognak fakadni. És megjegyzi a Szentírás, hogy ez pedig a lélekről mondta, akit adni fog. Ha Jézust követed, benned van a lélek. És ezt ne felejtsd el. Ezt azért mondom, mert ma nagyon-nagyon van egy olyan tanítás, ami, ami, húz ugye afelé, hogy kell szent lélek keresztség is, kell nem tudom micsoda is, nyelveken kell szólni, meg nem tudom miket kell csinálni. Ismerős? Mindenkinek ismerős. Értsétek meg, barátaim, hogy nem ettől függ a lélek. Aztán, hogy a lélek tud adni ajándékokat, az egy egészen más kérdés. De az az igazság, hogy a lélek abba gyönyörködik, amikor hasznos ajándékok vannak. Nyelveken, szólás nélkül olyan gyönyörűen működik egy gyülekezet, hogy csak na. Viszont buzdítók nélkül, bátorítók nélkül tud működni egy gyülekezet? Olyan emberek nélkül, akik meghallgatnak másokat, tud működni egy gyülekezet? Azt gondolom, hogy nem. Tehát a lélekről mondták. És most az új gondolkodás szerint, vagy az új időkben lehetőségekről beszélnek, hogy a talentumok lehetőségeket jelentenek. Isten adta lehetőségek, amelyeket meg kell ragadnunk. Nos, mit gondolok, mit hiszek, hogy minden benne van ebben, amit idáig elsoroltam? Mert hogy azt olvassuk az igében, hogy minden az Istenést Nem beszéltünk össze, de uh, Dávid ma megint felolvasott egy olyan részt, ami pont ezzel kezdődött. A 21. Zsoltárból. Hogy mert az Isteni a Föld, és az Isteni rajta minden, ami van. Tudod mi az, hogy Isten talentumot adott a, a, a barát, illetve a szolgáinak, a barátainak, a, a tanítványainak? Azt jelentette, hogy mindenét, ami csak volt, szétosztotta. Először életet adott neked, adott életet, itt vagy. Aztán tudod, hogy mit adott következőkor, vagy következőleg? Adta az ő bocsánatát, adta a bűnbánatnak a könnyeit, adta a lehetőségét a megtérésnek, adta az ő kegyelmét, adta az ő szeretetét. Mennyi mindent kaptunk Istentől. De olyan szépen mondták, hogy csak meg kell keresni a forrását a, a békességnek. Hát ő a forrása, mert ő adja. Nem tudom, mert picit közelebb léptünk a történetbe, mit jelent az, hogy talentum. Ha egy szóba vagy egy mondatba kéne megfogalmaznom, akkor azt mondom, hogy minden, amit kaptál, talentum. De ezen belül nagyon fontos, hogy az ő bocsánata, nagyon fontos, hogy a szolgálat, nagyon fontos, hogy a Szent Lélek. És szeretném, hogyha ezen a vonalon indulnánk tovább, még két dologról fogok beszélni, remélem, hogy nem élek vissza a türelmetekkel. Azt olvassuk, hogy amikor Isten szétoszta ezeket az ajándékokat, amiből te is kapsz, és te is kaptál, akkor nagyon bőkezően osztogat. De nagyon igazságtalanul. Hogy tűnik nektek? Pedig az van az igében, hogy nem személyválogató az Isten. Erre meg van, aki ötöt kap. Egy fél tonnát, vagy negyed tonnát, és van, aki egy csicska 43 kilót. Há, nem lehet. Há, hogy lehet? Hát, igazságtalan az Isten. Pedig nem azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, hogy bővölködj. Erre egyesek egyenlőbbek, akik túl bővölködnek, és mások még azt is el kell ássák, amit kaptak, nem? Legalább azt a picit tudják megőrizni, meg megmenteni, ne? Bőségesen osztukat az Isten, de annyira személyválogatóan. Ó, barátom, tudjátok, hogy mi a legnagyobb baj? Vesszük a mércinket. Müller, Lóri, Mérce, benne van a zsebemben. Mutassam meg. Láthatatlan. Kihúzzuk. Uh Na lássuk csak, ez a tökéletes, kicsit lennebb, mert lennebb vagyok, igen, akkor a tökéletes ember. Még egy picit lenne, így, így, így. A tökéletes ember a legjobb hívő jelenkezik, és akkor ugye méricskérünk. Uh -huh. Szóval neki szemüvege van, ezért ő nem egész jó hívő. Igen, a lányoknak, ha hosszú hajuk van, ők azért nem jó hívők. Akkor mit tudja mi? Értitek? Nem ezt szoktuk csinálni? Elé, mérjük jobbra, nem tud jól énekelni, nem jó hívő. Nem tud imádkozni, nem jó hívő. Nem tud megszólalni, Biblia óra. Ó, nem jó hívő. Elé vesszük a kis mércét, lemérítskéljük egy-kettőre a másikat, nem? Szoktatok ilyet csinálni. Jaj, ha igen. Jaj, ha igen. És jaj, ha igen mert barátaim, milyen sokszor előkerül az a kettős mérce. Magamat? Én jót akartam. Én senkit megbántani nem akartam. Én aztán így, meg úgy vagyok. Megfigyeltétek, hogy amikor, amikor valami rossz történik veled, az Úr próbája, és hogy, hogy, igazából azért van, hogy a hitem, mint, mint valami tűzben megpróbált arany, meg ezüst, és, és nem tudom mi. Amikor a másik van bajba, nem ver az Isten bottalám. Előkerül ugye a másik mérce. Megmérjük. Testvéreim, tudjátok, hogy miért kapott ötöt az, amelyik ötöt kapott? Mert öttel kellett elszámoljon. Nem egyel, öttel. Aki, akire sok bizatott, sok kéretik számon. És higgyétek el, nem úgy van, hogy a keresztény, az igazi hívő ember is Istenén megvan a mérce. Mert mi van azzal, aki félkegyelmű? Az nem lehet az Isten gyermeke? Az nem tud megtérni? Én ismerek olyan félkegyelműt, amelyik van térve. Mondjam ki, bolondot aki meg van térve. Nem tud imádkozni, nem tud Bibliát olvasni, de olyan szeretet van benne, amit elmondani nektek nem tudok. Szeretnék én úgy szeretni, legalább csak egy kicsikét annyira, mint amennyire ősz tud szeretni. Istennél nem olyan a mérce. Csak mi állítunk fel egy ilyen mércét. Tudod, mi van Istennél? A tökéletes X. A tökéletes Y, a tökéletes Z, és surulhatnám. Érted? Az Isten nem uniformizmust akar, de egyet akar, hogy az ő arca meglátszódjék rajtad. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Nem tudod? Barátaim, nem személyválogató az Isten de ismer téged, és ismeri a képességeidet, nem akar túlterhelni, nem akar olyat tenni a váladra, amit nem tudsz hordozni. Se olyan szolgálatot, se olyan feladatot, hogy tudja, hogy ki vagy és mennyit bírsz, hiszen ő alkotott meg téged. És ismer téged. Szeret téged. Barátaim, osztogat az Isten, mert az ő egyik nyelve az ajándékozás. Mit adhatsz te? Nézzük meg tovább a történetet. Már hamaribb mondtam, hogy két dolgot fogok még mondani, de csak most jutunk a két dologhoz. Ha megfigyeltitek, akkor igazából két magatartással találkozunk ebben a történetben, a szolgák részéről. Van az, aki öt talentumot kapott és két talentumot kapott, ők egy csoport, vagyis azok, akik komolyan veszik az Istennek az ajándékait, és befektetik azokat, és van az, aki fél, és elrejti. Tudom, hogy ezt nagyon sokszor úgy szoktuk magyarázni, és úgy szoktuk érteni, hogy, hogy, a képességeink, hogy van, amit elásunk, és akkor azok nem tudnak kamatozni. Ez abból a szempontból igaz, barátaim, és a történetben benne van, abból a szempontból igaz, ha nem veszed elő azt a képességet, amit az Isten reád, ami szerint reád bízta a szolgálatot, meg a lelket, meg nem tudom mit, akkor nem is tudod megtenni, amire hívott az Isten. Nem tudod betölteni az Isten álmát arról, hogy ki vagy te? Hm? Van értelme van annak, amit mondok? Olyan, olyan megdöbbenve néztek, hogy nem tudom, hogy jót mondok, vagy nem jót mondok. Igen, <laughs> <laughs> barátaim, nézzük csak meg ezt a két magatartást. Miről szól a példázat? A példázat, barátaim, arról szól, hogy az Isten országában növekedés van. És arról szól, hogy Isten nem életellenes. Ez a két gondolat, jó? Fejtsük egy kicsit ki őket. Melyik is volt az első? Lássuk, hogy figyeltetek. Hogy? Isten országában növekedés van. Egész biztos, hogy emlékeztek arra a kis gyerekénekre, hogy Olvasd egyre, Szent Bibliát, Szent Bibliát, Szent Bibliát. Hogy is van tovább? Minden nap mondj, pozgóimát. Hogy van? Még egyszer? Mit, mit fogsz? <laughs> Látjátok, már gyerekkorban megtanították a lényeget, hogy az Isten országára ez jellemző, hogy növekszik. A, ami növekszik, az nem konzerválódik. Néha azon vagyunk, hogy jaj, konzerváljuk a dolgokat, jaj így, meg úgy, meg az alkalmakat, meg a gyülekezeteket, meg az embereket, meg csomagoljuk minden oldalról be. Pedig azt olvasok az igébe, hogy Isten forrást akar belőlünk fakasztani. A forrás meg arról szól, hogy abból állandóan buzog, meg jön, meg jön, meg jön, nem? Olvastam, hogy Magyarországon felfedeztek valahol egy ártézi kutat, nem tudom, jól mondom-e, e, forrás buzogott fel a földből, és kiderült, hogy a városnak a központjába buzogott fel. És kiderült az erről a vízről, hogy különleges gyógyhatása van. Tudjátok, hogy mit csináltak? Jó, vastag beton réteget húztak rá. Jó, vastag beton réteget. Nagyon sokszor így vagyunk, húzok rá jó vastag beton réteget, mert aztán nem lesz vele bajunk. Márhol növekedés van, ott baj van, nem is kevés. Egy gyülekezetben szolgálok falun, és kertészkedek. A növekedést ott látjuk a legeslegjobban, ott is, aki meg gyereket nevel, ott is. Ha megkérdem, hogy a gyereknevelésben és a kertészkedésben mi a közös, mit mondanátok? Ja. Hogy? -e? <laughs> az, hogy sok munka van benne. Sok munka van benne. Ha azt akarod, hogy növekedés legyen, ha azt akarod, hogy az életedben növekedés legyen, ha azt akarod, hogy a gyülekezetedbe, ebbe a közösségbe növekedés legyen, akkor szabad munkálkodnod. Nem azt mondom, hogy kell, hanem szabad. Szabad munkálkodnod. Szabad forgatnod az Istennek a, a vagyonát. Mit bízott rád az Evangéliumot? A legnagyobb kincse Istennek az Evangélium. A legnagyobb vagyon, százszor több, mint tízezer talentum. Az evangéliumot bízta rád. Mit tesznek ezek a, ezek az emberek? Ezek a szolgák? Elmennek gyorsan, és elkezdik forgatni. Hova mennek? A gyülekezetbe, be a padokba, és számolgatják. Hova mennek ki a világba? Forgatják a világba kint. Ott hívogatják az embereket. Néha megtörténik az, hogy Tudjátok, hogy mit szoktunk... Muszáj Tudjátok, hogy sokszor mit szoktunk csinálni? Most elé a sótartót, neki a másiknak is, sózzuk egymást a gyülekezetbe. Ha nem a gyülekezetnek van szüksége sóra, hát a világba kell kivinni a sót. Értsétek jól, a gyülekezetben is szükségünk van a sóra. Kell, kell, hogy egymást bátorítsuk. De néha az a baj, hogy túl belterjesek vagyunk. Mondhatok ilyet? Szabad ilyet mondanom? Merjünk kilépni. Amit az Isten rád bízott, kint a világba. Tudjátok, a gyülekezet és a te életed között az a különbség, a hasonlóságokat biztos tudjátok, de az a különbség, hogy ahova a gyülekezet nem tud elmenni, te oda el tudsz menni. Mert a gyülekezet nem ül be az angol kurzusra, és nem ül be a matek kurzusra, és nem ül be ö, a, nem tudom, a kávézóba a barátaival, de te igen, de te elmész, de te ott vagy. És hogy lehet só is világosság. És forgasd az evangéliumot. Nem prédikálni kell, gondolj Lídiára. Lídia csak tette azt, amihez értett. Tette a dolgát. És a jó Isten megáldotta. Lehet, hogy csak annyi a dolgot, hogy valakit valakit meghívjál, hogy eljöjjön ide, vagy eljöjjön egy, nem tudom, egy házi csoportba, vagy valahova, ahol, ahol találkozhat Istennel. Lehet, hogy csak annyi a dolgot, hogy, hogy, hogy valakinek egy, egy, adott ponton elmondjad, hogy, hogy, te hiszel Jézusban, és hogy mit jelent ez neked. Hm? Elkezdte forgatni. És tudjátok, hogy mi van akkor, amikor elkezdjük forgatni az evangéliumot, felvállaljuk a munkát. Növekedés van. Lejártak azt mondják egyébként, hogy lejártak már azok a korok, amikor nagy evangelizációkat rendeztek. Nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, de nagyon sokszor úgy tapasztaljuk, hogy, hogy elhívunk sok embert, evangelizációs alkalmakra, és az emberek nem akarnak megtérni. Valaki egyszer azt mondta, hogy Péter egy prédikációt mondott el pünköstkor is, három ezer embert írt meg. Ma három ezer prédikációt kell elmondani, hogy egy ember írjam meg. De azért nem ilyen, nem ennyire nehéz a dolog. Tudjátok, hogy miért nem? Mert az Isten lelke szabad. És az Isten lelke ma is megérint másokat. Az Isten lelke ma is tud munkálkodni. És az evangéliumnak ma is van hatalma. És ezt soha nem szabad elfelejtenünk. De Istennek úgy kedves, ha te benne vagy ebben a szolgálatban. Hadd kérdezzem meg, milyen ajándéka vagy Istennek? Ne köstig tor, vagy köstigator? Mi akarsz lenni? Tudod, ha úgy akarsz tenni, mint ezek, akik az öt meg a két talentumot kapták, akkor fel kell vállalnod egy kockázatot, hogy mindent elveszíthetsz. Megfigyeltétek? De mit tett az Úr Jézus? Átadta mindenét. Mit tesznek az ő követői? Átadják mindenüket odaadom neked, odaadom neked mindenemet. Tényleg? Tényleg odaadod? Kockázattal jár. Lehet, hogy azt mondják, hogy hülye hívő vagy. Lehet, hogy azt mondják, hogy nyomi, nem tudom mi vagy, Jesus freak. Lehet, hogy megégeted a szádat. Lehet, hogy megbántanak, lehet, hogy haragudni fognak rád. De tudod mit? Vágynak arra tisztaságra, ami benned van. Vágynak. Ha meg is bántanak miatta, vágynak. Ne félj. Ne félj szolgálni az Istent. Ne félj beszélni a hitedről. Ne félj másoknak bemutatni az Úr Jézust. Ne szégyeld. Mi lesz a következménye növekedés. Tudod először hol. Benned. Először te fogsz növekedni. És aztán fog növekedni sok más is minden. A növekedés néha azt gondoljuk, hogy csak azt jelenti, hogy számban valami szaporodik. De sokszor a növekedés azt jelenti, hogy több hitet, több reményt, több örömet, több erőt, több békét kapok az Istentől. Több felüdülést kapok. Mert úgy van az igében, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Leckét jól tudjuk gyakorolni is. Gondolom, hogy gyakoroljátok. Nem mondtam ö, új dolgokat, ugye? Csak már buzdítani szeretnélek még jobban, hogy tegyétek meg. Jézus számít rád. Úgy, ahogyan te is számíthatsz őre, a ő számít rád. És van a, hú, az utolsó pontnál vagyunk. Van egy másik magatartás is ebben a történetben, és ez a magatartás abból a gyönyörű, világos Istenkéből indul ki, ami teli van szeretettel és jósággal, mert Isten szeretett, Isten a kegyelem, és a következőképpen fogalmazza meg, Tudtam, hogy kérdelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Hát ti ilyennek ismeritek Istent? Hm? Kérlelhetetlen, kegyetlen! Ott is arat, ahova nem vetett! Ha? Ilyen az Isten? Féltem! Hagytam a dolgukat. Hallottátok azt a so szót, hogy sót, <laughs> Azt a szót, hogy Isten félelem? Mit jelent az? Rettegni az istentől. Jaj, ha valamit rosszul csinálok, akkor megyek a pokolba. Hm? Tudjátok, ezt miért mondom el? Nagyon sokáig nekünk, nekem azt tanították, vagy az volt a gyülekezetünkben, hogy ha nem teszel az Úrért dolgukat, akkor majd, amikor oda fogsz menni, akkor gyümölcstelenül, és hogy fogsz odállni majd az Úr elé. És akkor mindenkibe volt egy görcs, hogy jaj, akkor menjünk és hirdessük az igét, és olyan görcsösen, tudod, olyan szívbajosan, meg olyan gyomorbajosan hirdettük az evangéliumot, hogy térj meg, térj meg, ha nem kell, akkor is lenyomjuk a torkadon, mert az üdvösségünk függ tőle, nem? <laughs> Tudjátok, hogy kik gondolkodnak így? A Jehova tanúi, meg evangéli propagálunk. És akkor tömjük lefele, tömjük lefele. Nem így van, barátaim. Nem így van. Az evangéliumot szabadon, szeretetből és szívből lehet csak hirdetni. Ha görcsös vagy, jó, hogy ma még nem vittem senkit az Úrhoz és akkor bele fogsz keseredni, mert jaj, akkor oda az üdvösség, és oda a békesség, és nem fogok jól alunni, és akkor az úr biztos, hogy számon kéri. Jó, rest és gonosz szolgat, nem voltál semmi sem hű. Tudjátok, hogy miért mondom ezt? Mert, mert hogy nem tudom, hogy nektek ezt tanították-e, vagy, vagy van-e bennetek egy ilyen érzés, hogy, hogy, akkor görcsösen, és akkor menjünk, és akkor, amikor erőt sincs, meg semmit sincs, és amikor indítatás, volt sincs, de csinálni kell. Nem ez, amiről beszél az ige barátaim, nem ez. Tudod, ennek mi lesz a vége? Botránkozás, botránkozáson, és kiégés, kiégésen, és fájdalom, fájdalmon. Ismerős az az ige? Hát jó, de azt mondja az ige, nem, hogy aki gyümölcsöt nem terem, azt hm? De az első felét nem értsük meg az igének. Maradjatok én bennem. Ez a titka a gyümölcs termésnek, hogy maradjunk ő benne. Ő ugyan megmetsz, de maradj ő benne. Maradj a talentum adóban. Élj belőle, mert az igaz ember pénzből él. Talentumból él, nem? Olyan sokszor hallom ezt a mondatot, hogy tűzteletes úr, lélek, lélek, de miből élek? <laughs> Ó, testvérem, ha az Úr gyermeke vagy, akkor hítből élsz. Tudod, mit jelent magyarul a hit szó, az a hűség szava is? Hívség, hűség, hívő, hív, hit, igaz? Tudod, mit jelent ez? Mit keres az Úr? Hogy ki ma hű hozzá? Ki ma hű úgy hozzá, hogy Uram, maradok benned, és amire te indítasz, azt megteszem. Forgatom azt a talentumot, amit adtál nekem, mert az a vágyam, amit elmondok a mi is olykor, hogy, hogy a te országod az jöjjön el, és tudod, te építheted az Isten országát. Adott neked ehhez erőt, sok mindent adott, mindent megadott ehhez, amire szükséged van, képességeket kaptál, kincseket kaptál, evangéliumot kaptál, szent lelket kaptál, megizlelted, hogy jó az Úr, megtértél, újjászülettél, És azt mondja az Úr, ne görcsösen, ne görcsösen, szabadon. Azt mondja ez a szolga, hogy azért tettem mindezt, mert féltem. Ne így féld az Istent. Az a kapcsolat, ami, fél, ami félelmen alapszik, nem jó kapcsolat. Az Isten alapjába véve szeretet, ezért szereteten kell alapuljon a vele való kapcsolatunk. Azt, hogy Istent félni, azt jelenti, hogy hála áldozatként odaadom magamat az Istennek. Mert szeretem, félek attól, most értsük jól ezt a fél is szót, hogy megbántom az Istent. Magyarul nem akarom megbántani az Istent. Szeretnék a kedvében járni az Istennek. Ha így teszel, akkor azt mondja az Úrlat, hogy jól van, jó és hű szolgám. És ha nem így teszel, akkor azt mondja, hogy gonosz és rest szolga. Miért volt gonosz? A restet azt még értjük. De miért volt gonosz? Nem annak látta Istent, aki kérlelhetetlen az Isten. Aki ott is arat, ahol nem vetett, nem ilyen az Isten. Nem ilyen az Isten. Záró gondolatokként kérdezzem meg tőled, hogy ki a te Istened? Milyen a te Istened? Kérlelhetetlen. Jaj, csak meg ne tudják. Jaj. Csak férjek bele a hívő szabályokba. Jó, ja, jó, ja, ja. Milyen a te Istened? Ki milyen Istent imád, annak a szolgája lesz. Elkezd hasonlítani az Istenéhez. Ezzel nem nyeljük el azt, hogy Isten igazságos, és határozott, csak kell kemény, igaz? Mert ilyen is a mi Istenünk. De alapjában üve szeretet. Milyen Istened van neked? Van-e benned lélek? vágyol le erre? Üres és édes csokitojás, vagy édes és telt csokitojás? Tudjátok, hogy mi ma az örömhír? Ki lehet ásni a talentumot? Még nem jött vissza az Úr Jézus. Ást ki a talentumot és forgasd meg a világba. Vidd el oda, oda, ahova a gyülekezet nem tudja elvinni. És majd Isten megteszi azt a csodát, hogy oda, hova elviszed, onnan majd bejönnek a gyülekezetbe is. De előbb vidd. Van egy ének, egy baptista ének, legalábbis én, én itt hallottam ebbe az imaházba, ez az ének arról szól, hogy ama szép hon felé száll az én óhajam. Ismeritek? A második szakaszát tudjuk idézni. Míg az Úr, míg az Úr hazahív, Jézusért dolgozom, tőle jön minden nap új erő. Testvéreim, azt gondolom, hogy ez a talentumoknak a legfőbb üzenete, hogy míg az Úr jön, míg az Úr hazahív, Jézusért dolgozom, és tőle jön minden nap új erő. Vágyam az, hű legyek, s megkapjam koronám, angyalok, s a szentek előtt valami ilyesmi a vége. És akkor jön a kérdés, hogy kapok-e, csillagos ragyugó koronát, a ma szép homba fent odaát. Majd ha éltem lejár, lelkem a mennybe száll, és biztos, a biztos nincs benne, de kapok egy, nem is tudom, hogy van milyen csillagos koronát. Hát igen. Míg az Úr hazahív, Jézusért dolgozzál. Nem magad írt, ne a csoport írt, amelyik elvárja esetleg, hanem az Úr Jézusért. Mit kívánhatok a végére? Mit kívánjak a végére? Kívánjak-e valamit a végére? Nagyon csend van. De azért én kívánok. Kívánom azt, hogy jöjj az Úrhoz. Jöjj újból és újból. Ha még nem jöttél, akkor gyere most először. Ha meg már jöttél, akkor gyere újból és újból. És kérdezd, hogy Uram, üresek a kezeim, töltsd meg. Add először a te bocsánatodat, add a te kegyelmedet, add a te szent lelkedet nekem, adj feladatokat, hogy növekedni tudjak, és növekedni tudjunk. Isten szentjei, ezt kívánom nektek. Az Úr áldjon meg benneteket, hogy tudjatok az Úr katonái lenni, tudjatok szolgák lenni, tudjatok tanítványok lenni, tudjatok erős vitézek lenni tudjatok szent nemzet lenni tudjatok Istennek kedves generáció lenni amen